Csipkecsodák című kiállítás megnyitóját rendezték meg március 31-én a Bihari Múzeumban. A szülővárosában első kiállítását bemutató Dajkáné Zsoldos Mária csipkeverőt Kálai Irén igazgató köszöntötte. Úgy fogalmazott, miután meglátta, milyen boszorkányos ügyességgel dobálja az orsókat a csipkeverő, elhatározta, hogy az alkotásai kiállítására alkalmat teremt a múzeumban. Édesanyja révén a csipkeveréshez gyermekkora óta vonzódó alkotó ragaszkodik a női alakokat ábrázoló motivumaihoz. A női fejeket azért szeretem annyira, mert olyan változatosak és kifejezőbbek. Olyan nagy variációs lehetőség van, annyira másak, annyira sokfélék. Valahogy ez nekem jobban fekszik. Most már próbálkozom a újfalusi épületekkel, amiből egy-kettő már elég jól sikerült van, amivel még küzdök egy kicsit. Lefényképezem ezeket az épületeket, és próbálom csipkébe önteni, ami nem annyira könnyű, mert hogy még előtte nem csinálta senki, én nem láttam. És ha már valaki előttem csinálta volna, és a szemem előtt van, akkor biztosan könnyebb lenne. És miért hívják vercsipkének ezt a technikát? Azért, mert az orsóra tekert szálak egymáshoz viszonyítva a helyzetét ugye változtatjuk, és az orsók összeverődnek, annak a hangja adja ezt. Máriától azt is megtudtuk, a csipkeverést nyugdíjasként kezdte, és ez egy rendkívül időigényes munka. A jelenleg Franciaországban élő alkotó azt is elmondta, hogy Párizs környékén nagyobb hagyománya és több művésze van a csipkeverésnek, mint hazánkban. A francia területeket bejártam, mindenütt tanultam valamit. Mikor hazajöttem, és voltak még hiányosságok vagy bizonytalan foltok, akkor Nagyvázsonyból előjött egy barátnőm, aki ezzel foglalkozik, oktatja is, és vele még átbeszéltük a bizonytalan részeket. Próbálok most már virágmotívumokat, épületeket, illetve hát a varcsipke. Az, ami még nagyon izgatja a fantáziámat, sokkal időigényesebb, mint a vercsipke, pedig ez is elég hosszú, mire egy darab elkészül. Napi 8-10 órát, 12-t is ülök mellette. Annyira drága dolgok ezek, hogy nagyon kevés ember engedi meg magának, hogy szívesen adnék el belőle, mert hisz nekem ez nem probléma, csinálok másikat. De azért a fizetőképes kereslet elég gyenge.